A táncolt mozgalom egy olyan életfele viszi az emberiséget, ami most már Japántól Kaliforniáig végigjártam, személyesen tudom, hogy független attól, hogy milyen nemzetiség, vagy milyen korú, vagy milyen vallású, vagy milyen bőrszínű. Jó csinálni. Mosolygós, elmész egy táncszázba, mosolygós emberek vannak, na most, de temetésre is jöhetsz. Azt is muzsikáljuk. Teljes, komplet élet. Még ezt életében többször szerintem riportokban is elmondta, hogy nem, ebben semmi nagy képűség nem volt, hogy amit ő már nem tud, azt nem biztos, hogy neki kell tudni. Tehát ő, ami letisztult benne, ami kikristályosodott benne, amennyi embert megismert, amennyi ember szeretetét érezhette, ő teljesen nem csak a saját zenei közegében, hanem a világban emberként is nagyon-nagyon tisztán látta már a múltját, jelenét, jövőjét, nem csak saját magának, hanem ennek az egész közösségnek. Annyit tanultam Bélától, hogy a legfontosabb nekünk, akik zenélünk is, és a közösségekért vagyunk, hogy összehozzuk az embereket, ő mindig összekapcsolta a szálakat. Ha valami furcsát akarok mondani, akkor azt mondanám, hogy a Béla egy vízszintes ember volt. Azért mondom, hogy vízszintes ember volt, mert a hatása az szerte a Kárpát-medencében elterjedt és megnyilvánult. Ez a Csíkszeredai Régi Zene Fesztiváltól terjedt a Győri Pálinka Fesztiválig. Tehát mindenhol, ahol csak tehette, ott volt, rengeteget utazott az utolsó napjaig, állandóan pakolta be magának a kis tucát és készítette elő a következő útra. Biztos vagyok benne, hogy ő elégedettséggel gondolhatott az életére maximálisan, mert hát olyan egy, nem csak az, hogy egy bizonyos szakmai területen ő mondjuk sikert ért el, hanem hát azt még azt is mondom, hogy az egész magyar kulturális életben, sőt még kicsit azt mondom, hogy az egész magyar életben ez egy példa értékű történet, ahogyan a hagyományra ráépítettek egy használható kultúrát. Állandóan találkoztak az útjaink. Ő büszkén le is írja, van egy kis könyvecskéje, ezt éppen most olvasgatom, ha meg kell a buzának írni, ahol ő leírja ezt az egész történetünket, és nagyon korrektül meséli el, hogy akárhogy is alakultak a dolgok, de mi ketten Ferivel mondja, bármikor kiállítunk egy műsort. Ez így is volt. Lehet, hogy én nem voltam olyan jó, mint ő ebben a műfajban, de azért igyekeztem és kapaszkodtam utána. Béla, úgy fogalmazzuk, hogy korán halt, mert korán halt. Hihetetlen. De olyan intenzitással élt, az nem egy ember élete volt. Az utóbbi időben egyre kevesebbet tudtuk látni, mert nagyon-nagyon sok mindent meg akart csinálni, és be akarta fejezni, és be is fejezte. Pontosan utána aludt el. Azt mondta, tudod, vonulnak a hangyák az erdőbe, az őserdőbe, és találnak egy vízeret. Akkor oda bele megy 5000 hangya, és ez mind belefullad, és hidat képeznek a saját testükből. És aztán a többi viszont már átmegy száraz lábbal, és mennek tovább. Na, én vagyok az a híd. Nyilvánvaló, hogy ő volt az, aki a vízbe beleállt. Na, de annyi embert átvitt. Volt egy halottak napi műsor 91-ben, és hát mindenki mondta magáit a halállal kapcsolatosan, és a végén megkérdezte a műsorvezető, hogy hát körbejártuk a témát mindenféle tudományos művészi, vagy mindenféle néprajzi egyéb szempontokból, de hát mondjon már valaki valamit, mi a szart lehet ebből, mi fenét lehet, bocsánat, ebből a halállal kezdeni, mert hát jól okosakat mondtak. És akkor azt mondta valaki, hogy meg kell próbálni tisztességesen élni. Ez egyetlen teendő a halála. Most kérdeztető, mik a terveim, én tisztességesen akarok élni, mert gyűn. Alapélményben most már csak a halál van hátra.